tartáson én elmondom, hogy mit történnek. Most nem kell kiválasztanunk a vízasszonyt, mert adott, ez is mondom, hogy miért. Feli bátyám, Feli bátyám fogja majd ezt a feltartást megnyitni, és őt kérem föl, meg Marikát arra, hogy füstöljenek meg bennünket a kelet kapun átjutra és utoljára magukat. Most kiválasztunk a dob által, kiválasztunk a tűzgyújtáshoz két nőt és két férfit. Arra kérek benneteket, hogy egy rendes kör alakuljon ki, és az mind legyen a körben, aki részt vesz a szertartásban. Aki nem vesz részt, vagy nincs benne, innétel kezdve nem tudok kicsinálni. Ez is kérdés! Ez még erős? Ez még erős? Hát, egy kicsit. Nem dobott az is. Ne dobd el! Hát nincs hova. Akkor elmondom. Ez olyan szertartás, ahol megnyílnak a szakrális kapuk, megnyílnak a szakrális irányok, és egy szakrális átadás és felemelés történik. Szentségtelenül nem lehet belépni. Gyere ki a népista becsülőszor. Azért csak a keretkapun megyünk át, csak megfüstölve tudunk átmenni. Ne ajánl, én filmezek, barátom. Mindenki filmezek. Távolságtartón akarja nézni, az ne is próbálja ebbe a körbe. Nem jó. Megfüstöljük. A következő dolog történik tehát akkor majd, mikor kiválasztjuk a két tűzgyújtó hölgyet és a két tűzgyújtó négy égtájnak megfelelően a négy potem tisztelőt, amit Feri lehív, lehívja még végáldását, és megnyitja az alsó kaput. Ezt követően, amikor már felültünk, nem öltünk a kapun, a vízasszony megcsinálja a vízkört, hol a vízasszony? Igen, megcsinálja a vízkört, aztán belép a vízkört. Ekkor indul a szertartás. Ennél a szertartásnál arra kérek benneteket, hogy erősen doboljatok, mert nekem emelkedni kell. Szólnak a dobok, a négy tűzgyújtó már elfoglalta a helyét. Hogyan foglalják el a tűzgyújtókat? A kapun mindig a napjárásnak megfelelően járunk, tehát mint az óra mutató. Tehát ahogy bementünk a kapun, és úgy töltjük fel a templomot, hogy körbe megyünk. Az, aki legelőször bejött, az kivéve engem, próbáltak állni, az jön ide a kapu ennősor oldalán. Oké? Így megvan? Magyarul keresztül. Így van. És így töltjük föl szépen ezt a teret. Aztán a végén természetesen bezárul, mikor utoljára Marika is és Feli is megfüstölték egymást, illetve önmagát a kultúrára átépítették. Legelőször engem füstöltök meg, mert én lépek be. Közben én egy kicsit át fogok alakulni. Tehát fölveszem a fejdíszemet. Akkor én majd megkérem, hogy gyújtsák meg a tüzet. Amikor a tüzet meggyújtották, na akkor kell az erős emelkedő dobolás, mert én többek között elvégzem a különböző áldozatok feltartást. Attól se repüljetek meg, ha néha csapkodok felétek, néha nedvesek lesztek teljesen. És amikor, mivel egy aratóimeten vagyunk, így magázásban is lépünk. Ezt követően közben még elnézek egy felszertartást, és hogy is mondjam nektek, én egy idő után majd kilépek ebből a körből, de addig kérek, amíg én itt mozgok, forgok, pörgök, addig nyugodtan erősen doboljatok. Énekelhetek is, hogyha van olyan valamit úgy találtok, hogy ehhez megfelelő, de az a kérésem, hogy a tempó ne álljon. Tehát ne álljon, ne legyen szünet, ne legyen kitartás. Mert akkor lesz. Köszönöm szépen, és utána természetesen
elhagyom ezt a teret, és a szabibátámat megkérem, hogy amikor már úgy látjátok, hogy vége az énekes áldásos feltartásnak, akkor fejlesztünk a listát. Megkérem Bóhozótól, hogy segítsen nekem kiválasztani azt a nőt és azt a férfit. Krista lesz, aki éjszakon áll. Igen. Mindegyiknek fogok adni majd a tűzoltásait az évét. Oké? Sári megint szeretné. Sári nagyon szereti. Elzsike! Be kell jönnöd tüzetgyújtani. Meg van a másik. Férfi kellene, akkor a másik jól. Megint jön. Az látszik, hogy ez is a nő jelül. Te, István. Na, most már voltam én. Vicces, mert hogy az a része, ami leginkább egy férfi nőre rendelkezik. Tehát akkor fogadjuk el ezt a döntést. Jó? István a következő. Két volt két választ az Miklós felmezet? Már megvan minden. Csáni Pista, Majdi meg Elzsike. Te voltál a gyorsabb. Megzavar. Akkor Feri és Marika, foglaljátok el a helyeteket. Ott jó. Megnyitom a fákjákat. Éjszakon, akkor te leszel délen. Először füstölést tudod. Ugye úgy megy, hogy éjszakon, tehát szembe lányod, szembe figyel. Majd én állítom. Tedd le valaha. De. Tövébe helyben valaha. Kis dobszó mehet a füstölés közben?
Csináljuk, hogy téged teszünk éjszakra, hogy ne gyulladj meg. Baba, hagyjad! Baba, kérek gyorsan! Gyerek! Ezt majd betesszük attól, amikor a vízkörül. Gyerek, jó! Gyerek, jó! Nem vagy, gyerek! Thank you.
Megkérem a vízasszony, hogy locsolja végig a vízkor. Egész a lábak nem, hogyha belépünk majd a légek utat, hogy kicsit kicsit. Lépjünk be, megkérem fel a bácsit, hogy nyisson meg a hatigát. Először éjszakról, négyet üt, éjszakrász négyet üt, és meghívod a horgassúlyt. Aztán tovább lész keletre, négyet üt, és amikor érzed, hogy megjelenik keleten a medve, akkor tovább lépsz, üt dél irányba, négyet, meghívod a farkasanyát, a szellemi és fizikai szabadság közömét, és amikor nyugatra állsz, akkor áldást kérsz a szarvasönőtől, 5-4-et. Aztán belépsz középre, 5-4-et az alsó világ kapuja felé, aztán fordulsz egyet, vagy négyet, és 5-4-et a felső világ kapuja felé. Aztán visszaállsz. Horgaszcsőrű, horgaszcsőrű, megkérünk, hogy légy közénk, jöjj közénk, vigyázz ránk! Keletről a medvét hívom, medvetestvér, jöjj közénk, vigyázz ránk erőddel! Csodaszarvas, jöjj közénk! Földanyánk, kérünk téged, legyél velünk a szertartáson, vigyázz rá, mindannyian. Kérünk téged, jöjj közénk és vigyázz ránk, vezess szertartásunkat. Mm-hmm.